Szegeden lépett pályára a szünet utáni első bajnoki meccsén a Nyíregyházi együttes. A vendégek jól kezdték a mérkőzést, a szünetben vezettek is a cápák. A hazaiak azonban utolérték ellenfelüket, és a hajrában maguk javára fordították a találkozót, így a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 86-84-es vereséggel tért haza a Tisza partjáról. Nagyon vártuk már, hogy újra játszhassunk, ugye ez egy hónap, ez nem tűnik olyan soknak, de érzett ez elég sok volt, ugye. Nagyon jól fel tudtunk készülni egy ilyen mini alapozással, úgymond a új körre. A Szegedet meg szerettük volna verni, tudtuk, hogy egy kemény meccs lesz, ma hazai pályán nagyon erősek. Az elején jól kezdtük a mérkőzést, extrán támadtunk az első fél időbe, 51 pontot dobtunk, ami egy nagyon jó jel volt, de 48 pontot kaptunk, szóval a védekezésünkön kellett volna javítani, ami a második fél időre kicsit alább hagyott, és meg tudták fordítani a mérkőzést, és a végére egy kikémelésbe tudtunk belemenni, amiből sajnos most rosszul jöttünk ki. Szombaton hazai környezetben javíthatnak a cápák. A tabella 13. helyén álló atomerőműese lesz az ellenfél, de ez a Paks már nem ugyanaz a csapat, amely 2-8-as mérleggel hozta le az első 10 meccsét. Edzőcsere is volt, játékos cserék is voltak, most megverték hazai pályán a Debrecent, tehát nagyon megerősödtek, illetve egy kicsit így kiszámíthatatlan, hiszen egy olyan meccsük van, amikor együtt játszott a keret az új edzővel, ez egy kicsit nehézség a készülésben, de mindent meg kell tennünk azért, hogy győztesen hagyjuk el a parkettát. A csapat számít a szurkolók támogatására is, mert mint Mokászki Máté elmondta, kritikus helyzetekben sokat jelent számukra a lelátóról érkező buzdítás. Nagyon sokat segítenek, mivel ugye nem nagyon voltak eddig nagyon sok szurkolóink a meccseken, de ez egyre több már meccsről meccs a hazai pályán. Külön öröm az, hogy még a idegenbeli meccseken az U20-as csapat is buzdít minket, ami egy plusz erőt ad nekünk kritikus pillanatokban. De hazai pályára visszatérve nagyon jó így játszani, hogy ilyen hangulat van, és hogy be tudnak minket hajszolni egyes szituációkban a győzelembe. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks atomerőmérse mérkőzés szombaton 19 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 20 óra 30-tól láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Zalaegerszeg Szolnok, Körment Kecskemét, Kaposvár Sopron, Pécs Szeged, Oroszlány Albafehérvár és Deac Szombathely.